Arra kérem képviselőtársaimat, hogy a következő percekben emlékezzünk Solymosi Eszterre. Ugyanakkor éppen a rávaló emlékezés jegyében egyben vádat is kell emelnünk azon szellemiség ellen, amely azóta is, 1882 óta is folyamatosan jelen van életünkben, és a Kárpát-medencében. De ki is volt Solymosi Eszter? Egy 14 éves szolgáló leány, aki Tiszaeszláron a Tokaj környéki kisfaluban, nem messze Olaszliszkától, idén 130 éve, 1882. április 1-én tűnt el. A legismertebb verzió szerint, mivel Esztert utoljára a helyi zsinagóga környékén látták, a falusiak a helyi zsidóságot tették felelőssé, sőt gyanúsították a lányka meggyilkolásával. A bíró biztos volt abban, hogy a vádlottak költik meg Solymosi Esztert, de külső nyomásra kénytelen volt kihirdetni a felmentő ítéletet. Minek lehetett ekkora hatása a független magyar bíróra? Amennyiben nem így cselekszik, a rente konverziót, vagyis a kölcsönkamat visszafizetési feltételeinek hosszabb lejáratúvá változtatását, csökkentését nem hajtották volna végre a világ, és hazánk gazdaságát már akkor is kézben tartó körök. Hát, itt mindenki csak sóhajtozott, hát, Jován László. Ez az ügye kapcsolatban, tehát a parlamenti felszólalásod, hát ahhoz nekem védőruha kell, hogy ezt végighallgassam, bocsánat. De tehát a konkrét eset, amit felhozott az illető. Egyrészt a magyar igazságszolgáltatás mélypontja, hogy egy ilyen ügyben eljárás indult. Ugyanakkor csúcspontja, hogy felmentették azokat az embereket. Hozzá kell tennem, hogy egy legendás kollega járt ebben el, Ötös Károly. Azóta is tanítani való az a munka, amit ott végzett. Hogy ez 2012-ben a magyar parlamentben téma lehet, hát ez, hát nézzenek a tükörbe, ha arra járnak az Zoli. Hát ez egy, hogy mondjam, ez egy örömteli momentum, hogy ez a felszólás elhangozhatott a magyar parlamentben, mert ugye hiába mondanánk XY-ról, hogy szaros a gatyája, most lecsúszott is a felső ruha, és most láttuk, hogy ez így igaz. Szóval igen, hogy mondjam, ilyen ostobán, önleleplezően kell megmutatnia magát az új náciknak, az új nyilasoknak, nevezzük most már nevükön őket, és ne radikális jobboldalazzunk itten jobbra, balra szégyenlősen ide-oda nézegetve. Igen, ez jelen van a parlamentben, és ha egyáltalán magyar polgárnak dolga, kötelessége, felelőssége van valamiben, akkor az, hogy ez a jelenség átmeneti legyen. Ha nem, nagyon rosszul fog kinézni ez az ország. Hát én vártam valami össznemzeti elítélő reakciót, tehát valami olyasmit, ami azt mondja, hogy embereket álljunk már meg. Én szerettem volna, hogy hamarabb elfogadják az országgyűlésről szóló törvényt, ahol ugye a házelnöknek joga van ahhoz, hogy kivezetessen embert, illetve akár fegyvert is használhasson, de azért nem menjünk el szélsőségek irányába. Elnök éppen egy jobbikos volt. Igen, de ő nagyon érdekes módon, mint hogyha úgy megpróbált volna arrébb táncolni az itutól. Tehát nem láttam, a Balczó Zoltán volt? Balczó volt, igen. És mit csinált, vagy mit? Hát semmit nem csinált, és semmit nem csinált. De nem, hát amikor utána megkérdezték erre az egész, akkor úgy, mint hogyha el akart volna határolódni, vagy mégsem. Tehát egy ilyen teljesen tohuva-bohuva egyébként nekem ugyanaz jutott eszembe, mint a Marcelnek. Arra gondoltam, hogy egy nagy baromságnak tartom ezt az egész házőrséget, meg kamu az egész. De olyan látványos lett volna, hogy elkapják ezt a palit, és így kapálózik a lábával, kiviszik és kidobják. Ez egyszerűen, ez ilyen egyszerű. Jó, de nekem elég lett volna, hogyha mondjuk aznap, vagy következő nap, mondjuk például a miniszterelnök, vagy éppen az államelnökséget ideglenesen ellátó főházelnök mond egy-két keresetlen szót, ahogy az előbbi bejátszásban látok, hogy balra ki tudott szólni, amikor éppen olyan ingerenciája volt. Tehát úgy gondolom, és a Fidesz kétlelkűsége, kétarcúsága, kétfenekűsége, minek nevezzük, jól jelzi, hogy a jelenlévő fónagy államtitkár, az elmondhatta maga felindult szavait, és ezt mi ismerhetjük pont úgy, mint a hozzászólást, de hogy ő mondta el, és úgy mondta el, és akkor mondta el, az megint csak jól jelzi azt, hogy ez a
hoztam is, meg nem is Fidesz taktika hogyan működik. Abszolút igazán az Zolinak, egy fonagy, egy felvállaltan zsidó ember, már úgy értem, hogy magáltal felvállaltan zsidó ember, sőt azt hiszem valamilyen, úgy, mint az Zuckmannak, neki is van valamilyen világi tisztsége. Én abszolút egyetértek, hogy egy olyan embernek kellett volna visszautasítani ezt az otrombasságot, aki nem zsidó. De figyelj, én szerintem nagyon tudatosan, már nem ezzel akartam kezdeni a fenegye meg, de mindegy, nagyon tudatosan napirend utáni helyzetet választottak a jobbikosok balcóval, amikor baromi kevesen vannak bent, és azt a felháborodást, ami elvárható lett volna ilyen helyzetben, ők nem próbálták ki, odáig nem merészkedtek, mert könnyen lehet, hogy meg lett volna. Nem tudom, hogy mi történt volna, a magyar közállapotok, nem annyira jók, szeretném hinni, hogy megtörtént volna, de nem rizikóztak, azt akarták, hogy inkább csak hangozzék el. Ez az egyik dolog, a másik dolog az, hogy már bocsánat, hogy most másokkal hivatkozom magamra, hát hagyd nagy képviskedjek már. Ha valaki vette a fáradtságot az elmúlt években, és egyébként a Jobbik környékén megjelenő irodalmat elolvasta, a különböző sajtótermékeket, amelyek egyébként minden magyar benzinkúton évek óta megtalálhatók, akkor ebben a terminológiai hibában nem esett volna bele senki szerintem, aki ad magára, hogy őket radikálisnak nevezte volna, meg mondjuk Einstein egy radikális, de ezek meg nyilasok és nácik, pont. De ezzel az irodalommal simán meg lehet ismerkedni, tessék csak a Barikádot olvasni, hagyd ne promotáljam már a nyilas sajtót itt Magyarországon. Nem lehet hallgatni ebben a kérdésben a hivatalos Magyarországnak. De nem hallhatott most ebben az ügyben a hivatalos Magyarország, azért az ember ügyben felelős miniszterelnök helyettes minisztériuma kiadta a nyilatkozatot, és de ne, most nem vagyjuk mászt is a Fidesz nyakában azért. De olvassátok el a Kovács Lombónak a cikket, egy nagyon tanulságos a mai magyar nemzetben, ajánlom mindenkinek a figyelmével. Itt azért mindenkinek van söprögetni valója. Ezt a Fidesz nyakába kell varni, ezt a szellemet a Fidesz engedte ki a palacból, és nem parancsolta vissza, és a bátorítás még ma is zajlik. Igen, és amikor Hiller az Andrássy út 60-nál egy pártkongresszus elnökjelölési gyűlésének megcsinálása érdekében Bársfyd Diánából itt egy nácisztát csinált, mint amikor a baloldali kormány Kis Péter az élen, az Andrássy úton flangált föl alá, hogy itt egyébként náci veszély van a Bársfyd Diána mögött. Mit olvastak azok a szerencsétlen 80 éves öregasszonyok Tel Avivban, hogy a kormány kín van már az utcán, és már nem tud mit csinálni, mert nincs ereje, csak tüntetni tud. Ezt a kettőt össze tudod vetni, ezt súlyában, jelentőségében. Fogalmazunk pontot, miről beszélünk, nem a jobbikus kijelentést vetem össze, hanem az, hogy mindenkinek van mit söprögetnie, baloldalon és jobboldalon a nácikat leszámítva ebben a történetben. Én a Jobbik szelleméről beszéltem, amit a palacból kiengedtek. Ezt nem a Hiller engedte ki, és még csak nem is a Bács Fidiána. Van, és nem is az Orbán Viktor. Nyilvánvaló, de hát ez még az MSZNP-s múltba is vissza lehet akkor menni, akár. Nézzük az utolsó filmet.